Fejlesztéspolitikai fórum Vásárosnaményban indult a Civil Információs Centrum előadás sorozata. Átadták a Kertváros felújított útszakaszait, a legyező Dugonics és Derkovics utca fejlesztése közel 3 milliárd forintba került. 28 éve független Ukrajna, az újonnan alakult kormány és az új államfő célja, hogy a szomszédos országokkal minél szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki. Közel 8 milliárd forintot oszt szét a kormány a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a civil szervezeteknek a következő időszakban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A fejlesztési lehetőségeket és a pályázati feltételeket egy fórumsorozat keretein belül ismertetik az érdeklődőkkel. A NEA források mellett Európai Uniós támogatások lehetőségeiről is tájékoztatást kaptak csütörtökön a Vásárosnaményi előadás résztvevői. Megkezdte megyejáró fórumsorozatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum. 13 járásban tartanak majd előadásokat a fejlesztési és civil célokkal kapcsolatban. 2019. október 1-én nyílik meg a Nemzeti Együttműködési Alap 2020-as pályázati időszaka. A fórumsorozat első állomása Vásárosnamény volt csütörtök délután. Ezzel is jelezzük, hogy számunkra nem csak a megyeszékhely, hanem minden járás fontos, minden civil szervezet, minden közösség fontos. El fogjuk mondani azt, hogy mik lesznek a feltételek, ugyanúgy összevont és egyszerűsített pályázat az 5 kollégiumban, és 7,7 milliárd forintot oszt szét Magyarország kormánya a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül. Ez a 2012-es évhez képest, ami a nyitánya volt a NEA-nak, több mint a duplájára emelkedett most már a forrás. Ez egy komoly lehetőség a civil szervezetek számára, ahogy a különböző EFOP-os pályázatok is. A 2013-20-as időszakban, amit tulajdonképpen most élünk, tehát ezeknek a forrásoknak a nagy részét most költik a kedvezményezettek, majdhogynem 1000 milliárd forintból gazdálkodhatott ez az operatív program, és tulajdonképpen felöleli az összes olyan területet, amely az Emberi Erőforrás Minisztériumához tartozik. Köznevelés, egészségügy, szociális terület, egy pici kultúra, egy pici sport, mert ezeket közvetlenül az Európai Unió nem támogatja. Ezek a területek mind hozzánk tartoznak, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyébként nagyon jó pályázónak számít. Az összes operatív program tekintetében több mint 370 milliárd forint érkezett ide az elmúlt 7 éves időszakban. Ezek közül vannak lezárt és még folyamatban lévő pályázatok is. Vásárosnamény kifejezetten jól gazdálkodott a lehetőségekkel. A település főleg toppos forrásokat használt fel a minőségi változtatások érdekében, közel 3,5 milliárd forint értékben. Gondolok itt a munkába járás segítése kapcsán kerékpárút építésre, óvodafejlesztésre, a kettes szegregátum fejlesztésére. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az elmúlt időszakban bölcsőde fejlesztésre is sor került a városban, és ez térségi jelleget és térségi feladatokat is megold, de azt is látjuk, hogy nem állhatunk meg, hiszen az ipari területünk is folyamatosan bővül, itt útépítés, csapadékvizelvezetés, illetve közvilágítás valósul meg egy csarnok építéssel párhuzamosan. Ezen kívül a zöldváros projekt megvalósítása is folyamatban van Vásárosnaményban. Hasonlóan látványos eredményeket tud felmutatni a megyei önkormányzat is. Ezen elemzések és tanulmányok alapján készül a következő 7 éves ciklus tervezése és a fejlesztéspolitikai célkitűzések. Azt már lehet tudni, hogy még inkább integrált programokról lesz szó. Tehát olyan programokról, amelyek nem ágazati struktúrában gondolkodnak, hanem integrált fejlesztés politikában. Ez azt jelenti a gyakorlatban, meglátásom szerint, hogy még kevesebb ágazati program lesz, még inkább koncentrálódnak ilyen szempontból a feladatok. Sajnálatos módon a források előzetes becslések szerint csökkenni fognak, de hát ezzel még komoly tárgyalások várhatóak az európai parlamenti szintéren, illetve az Európa Tanács a kormányközi egyeztetésekben is. Reméljük, hogy azok a legpesszimistább számok, amelyek most forgalomban vannak, még nőni fognak. Ez a megyei fejlesztés politikára is hatással lesz, de ahogy eddig, úgy a jövőben is nagyobb forrást kapnak a hátrányos helyzetű térségek. Ez a célja ugyanis a kohéziós politikának. Megyénknek fontosak a határmenti programok is, ezek tervezése is folyamatban van.
Mintegy 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően befejeződött a Legyező, a Dugonics és a Derkovics utca út, kerékpárút és járda szakaszainak felújítása Nyíregyházán. A kertvárosban történt fejlesztéseknek köszönhetően a környék mintegy 150 fával és több mint 2100 cserjével is gazdagodott. A biztonság növelése és a munkába járás megkönnyítése volt a célja a Legyező, Dugonics és Derkovics utcai útfejlesztéseknek, az autósokat pedig ettől kezdve okozzebrák figyelmeztetik az úttesten átkelő gyalogosokra. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere az átadáson elmondta, a felújításoknak köszönhetően a környéken lévő cégek dolgozói könnyebben eljuthatnak munkahelyükre, a lakossági visszajelzések alapján a fejlesztésre már régóta igény volt. Ahogy itt az itt lakók elmondták, 25-30 évig ugyan ígérgették nekik, de nem történt meg. Most viszont be is fejeződött, és emellett ugye a Rókabokori út is elkészül, az önmagában egy majdnem 1 milliárdos beruházás, hiszen közel 2,5 kilométeres szakaszt építünk meg. A nyugati elkerülői kivéve a forgalmat Michelin Eisman közti területről, amit a Botján János út tavalyi megépítése jelentett első szakaszként, és hát ugye látjuk, hogy épül a körforgalom is, évvégéig elkészül az is a Tiszavasvári szélsőbokori útnál. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érezhető könnyebbséget jelent. A teherforgalom kivitelében, majd a közlekedés folyamatosságában és biztonságában is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex csomag, minden szükséges munkát magában foglal. A fejlesztés közel 3 milliárd forintból valósult meg, amelyet a Nyíregyházi önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként nyerte. Az utak rendbetétele mellett pedig a környék zöldesítése is részét képezte a felújításoknak. A Derkovics-Dugonics Legyező utcák kompletten felújításra kerültek az idei évben, több mint 2300 méteren újult meg az útburkolat, felújításra kerültek a meglévő járdák, új járdaszakaszok épültek, a buszvárók is teljes komplet felújításon estek át, bazalt betonos burkolatot kaptak, ami jóval időtállóbb és tartósabb kivitelezést jelent. A területen több mint 100 fa, több mint 2100 cserje került elültetésre, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komplett felújítást sikerült véghez vinnünk. Az átadó ünnepségen elhangzott az is, hogy a kertvárosban folytatódnak az útfelújítási munkálatok. A Tiszavasvári Delkovics utcai csomópont megépítése mellett a felüljáró felújítása is a tervek között szerepel. 28. éve ünnepli függetlenségét és a Szovjetuniótól való elszakadását Ukrajna. Az újonnan megválasztott kormány és a hivatalba lépett új államfő elkötelezett a szomszédos országokkal való jó kapcsolat kialakításában. Erről is szó volt a Megyeházán szervezett ünnepségen, melyet az ukrán konzulátus és az ukrán nemzetiségi önkormányzat közösen szervezett. Beszédekkel és zenés műsorral készültek az ukrán függetlenség 28. évfordulójának megünneplésére Nyíregyházán a Megyeházán. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy az ukrán kisebbség számára fontos, hogy a nemzeti ünnepeiket helyben a magyar állam és a nyíregyházi önkormányzat támogatásával rendezhetik meg. Minden nemzetnek megvan a saját történelme, kultúrája, hagyományai, ünnepei. Ez egy ünnep. Mi részünkre is, mert annak ellenére, hogy mi itt élünk, a szívünk, a lelkünk, a hazáért is fáj, hogy szeretnénk, hogy békesség legyen, szeretet, siker, hogy az ország viruljon, és egyértelmű, hogy ez egy nagy vívmány, hogy Ukrajna független lett, és az is egy nagy dolog, hogy a magyar állam megadja nekünk ezt a lehetőséget, hogy mi itt szabadon ünnepelhetünk, várjuk az ünnepet, rendezzük, úgy, mint ezt, sok más ünnepet is. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat vezetője mellett Ukrajna nyíregyházi vezetőkonzulja is beszédet mondott az ünnepségen, melyben kitért arra, hogy az ország keleti része már évek óta harcban áll az oroszokkal.
az orosz agresszió áldozatai vagyunk sokadik éve, és ennek ellenére Ukrajna dinamikusan fejlődő európai ország. Új parlamentünk van, új köztársasági elnökünk van, és a nemzetközi kapcsolatok új szintre emelkednek. Remélem, hogy a Magyarországgal is legfelsőbb szintű találkozók lesznek nem sokára. Ez azt jelenti, hogy a közös problémák, amik most meglévő problémák, megoldani tudunk rövid időn belül. A konzul hozzátette, úgy látja, hogy az újonnan alakult ukrán kormány és az új államfő célja, hogy a szomszédos országokkal minél szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki, így remélhetőleg Magyarországgal is minél jobb viszonyt sikerül kialakítani. Letartóztatták a 3 éve Oroson történt emberölés gyanúsítottját pénteken délelőtt. A román állampolgárságú férfit azzal gyanúsítja az ügyészség, hogy 2016. augusztus 31-én egy családi háznál rálőtt az ott lakó házas párra. A román állampolgárságú férfi orvosként dolgozott Magyarországon, megismerkedett a házas pár női tagjával és érzelmi kapcsolat alakult ki közöttük. Később azonban szakítottak, ezért a gyanúsított megkereste a nőt, magával vitte az engedély nélkül tartott pisztolyát, majd a lakásban rálőtt a nőre és a vele tartózkodó férjére is. A nő még a helyszínen életét vesztette, a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a román állampolgárságú férfit több ember sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérlete és lőfegyverrel visszaélés büntettével gyanúsítja. A férfi egyelőre még nem tett vallomást. A cselekmény után a gyanúsított Romániába szökött, ahol európai elfogató parancs alapján elkapták, és a tegnapi napon visszaszállították Magyarországra. A bíróság megállapította, hogy egy kiemelkedően súlyos, életfogytig tartó szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett cselekményről van szó, ezért fennáll a veszély annak, hogy szabadlábon hagyása esetén a gyanúsított ismét megszökne a hatóságok elől, ezért 1 hónapra elrendelte a letartóztatását. A bíróság döntését mindenki tudomásul vette, és ezért végleges. Hetvenöt évvel ezelőtt, szeptember 6-án történt a II. Világháborús bombázás a nyíregyházi vasútállomáson. Erre a tragédiára emlékezett a Józsa András Múzeum, a Nyíri Honvéd Egyesület és az önkormányzat péntek délelőtt. 1944. szeptember 6-án közel 200 amerikai repülőgépből több mint 1000 bombát kapott a megyeszékhely. Egy tragédia során testközelből is megismerhették a nyíregyháziak a II. Világháborút 1944. szeptember 6-án szerda délelőtt. Súlyos bombatámadás érte a vasútállomás régi épületét és a környékét. A túlélők beszámolói szerint voltak, akik a bombázott épületek pincéjében élték át az eseményeket. Visszaemlékezésük szerint mozgott velük az egész ház, az utcákon rengetegen voltak, csak a későbbi tudósításokból tudták meg, hogy mi történt az állomással. A szeptember 6-ai eseményekre koszorúzással emlékezett a Józsa András Múzeum, a Nyíri Honvéd Egyesület és a Nyíregyházi Önkormányzat. 75 évvel ezelőtt 1944. szeptember 6-án vált igazán frontá Magyarország. Abba a szempontból, hogy itt a keleti végeken Nyíregyházát komoly bombatámadás érte az amerikai légierő részéről. Dél-Olaszországból indultak ezek az amerikai gépek 1944. szeptember 6-án, és 11 óra körül érték el a várost. Elsőleges célpont a pályaudvar és környékének a bombázása volt. Mint minden katonai célpont esetében, a pályaudvarok, vasútállomások is elsőleges célpontként szolgáltak. Az amerikai gépek éppen ezért érkeztek 11 óra környékén, meg 3 hullámban is bombázták le a pályaudvart és környékét. A nyíregyházi állomáson 186 vagon semmisült meg, miután közel 200 amerikai repülőgépből 1000-nél is több bombát kapott a város és környéke, hangzott el a megemlékezésen. A gépek 11 órától 5 percenként 7,5 mázsás bombákat dobtak Nyíregyházára, mindezt 3 ütemben. Sajnos ennek a szőnyegbombázásnak áldozatává vált a pályaudvarral szemben lévő szabadszálló épülete is, több lakóház, és nem beszélve a személy károkról, 80 halottja volt ennek a bombázásnak, több száz sebesültje, ezek között könnyebb és súlyos sebesültek is voltak, illetve nem beszélve az anyagi kárról, ami 74 millió pengőre rúgott.
1944 azonban nem csak ezért az egyik leggyászosabb év a történelemben Nyíregyháza számára. Mintegy 5000 főt vittek el a városból lengyel koncentrációs táborokba. Ezt követte a szeptemberi bombázás. Októberben az oroszok és a németek felváltva birtokolták és pusztították a várost. A visszavonuló német csapatok is nagy károkat okoztak, novemberben pedig 2300 embert vittek el a városból Málenki robotra. Erőléti munkával és taktikai elemek gyakorlásával telt a hét a kisvárdai futballisták számára. A válogatott meccsei miatt a hétvégén nem rendeznek fordulót az NB1-ben, így Miriuta László vezetőedző egy picit visszanyúlt az alapokhoz. Hárman hiányoztak a keretből, Grozáv a román válogatottal, Kovács Réti a magyar U21-es válogatottal készül, Hugo Seco pedig Portugáliába utazott orvosi kezelésre. 5 fordulót követően egy kis szünethez jutott az NB1 mezőnye, mivel a válogatott Montenegro elleni felkészülési meccse és a Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtezője miatt a hétvégén nem rendeznek fordulót az élvonalban. Ez az időszak alkalmas az esetleges sérülések kezelésére, valamint arra, hogy a versenyidőszakban megszokottól picit eltérő munkát végezzenek a játékosok. Így van Kisvárdán is, ahol az alapokhoz visszanyúlva a héten erőnléti és taktikai jellegű edzéseket vezényelt a csapatnak Mirjusza László. A tréningek jó hangulatban teltek, ami érthető, mivel az 5 meccsen szerzett 9 pont, és a jelenlegi 4. hely mindenképpen elismerésre méltó teljesítmény a csapattól. Elegedő vagyok, mert 5 forduló után a 9 pont is, meg egyszer mondom, 2 idegenbe kaptuk ki, nem. Debrecenbe is, pont a videóton ki, ott van az első bajnokság, nem? Nagyon csapat. Természetesen akartuk több pontot, amikor már 9-re ez, akkor többet akarsz. De szerintem normális, mert 2 itton megvettük a Újpest is, a Paks is egyszer idegenbe, hát szerintem a itthoni meccs inkább nyerni kellett, és próbálni idegenben mindig több pontot megszerezni. 3 hiányzója volt a héten a csapatnak. Hugo Seco Portugáliába utazott orvosi kezelésre, 2 viszont a válogatottba kaptak meghívót. George Grozáv a román felnőtt nemzeti együttessel, Kovács Réti Márk pedig a magyar U21-es válogatottal készül. Büszke vagyok, nem csak én, szerintem a klub is büszke, mert itt Kisvárdában, nem, mondjuk, van egy-két válogatott játékos. Grozáv volt a spanyolra, remélem játszani fog, és nem utoljára vagy utolsó, a Márk 18 éve, már ott van a 21 is. Most, ha nézem utolsó meccs a videót, hát párád, egy szenzáció futballozott a gyerek, szerintem egyik legjobb volt a pályában. Megértette, drukolom neki, még sok munka van, de szerintem büszke kell a klub mindenkinek, mert ilyen játékosok van nálunk, mint ez a Márk Kovács Réti. A Kisvárda szombaton egymás elleni játékkal zárja a hetet, majd a jövő héten már a meccs időszakban megszokott ritmusban követik egymást az edzések. Mirjusza László együttese legközelebb szeptember 4-én lép pályára, akkor a mezőkövesd érkezik a Várkerti stadionba. A kadetteknél a rendező nyíregyházi kosársuli nyerte a 6 csapatos felkészülési tornát a Beac Újbudai Kosárlabda Akadémia és a Török Flóris Törekvés ese előtt. A felnőtteknél a KSC Szekszárd végzett megelőzve az NKS és a Beac csapatát. A nyíregyházi juniorok a hétvégén Budapesten már bajnoki meccseken lépnek pályára. 4 korosztály számára rendezett felkészülési tornát a nyíregyházi kosársuli. A Szent Imre gimnázium csarnokában sorra követték egymást a meccsek. A serdülőknél a Szekszárd, a junioroknál a hazai csapat végzett az élen. A felnőtteknél a nyíregyházi kosársuli a Beacot 78-54-re, a Török Flóris 74-59-re győzte le, a Szekszárdtól viszont 82-64-re kikaptak Farkasinszki Gyuláné tanítványai, akik így a második helyen végeztek. Az amatőr NB1 az ugye érdekes volt, mert ugye ott viszont a juniorokkal töltöttük föl az idősebbeket, tehát azért itt egyik korosztályba se állunk annyira fényesen, hogy csak egy komplet korosztályt tudjunk versenyeztetni, de nagyon jól szálltak be, tehát nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. Egyedül a szekszádi csapattal nem igazán bírtunk, akik ugye az egész belső letámadás és olyan kinti dobó százalékkal dobtak, amit itt szezon elején szerintem ez igencsak ritka. A kadetteknél az NKS, a Török Flóris és az MTK Budapest B csapatát legyőzve jutott a döntőbe, ahol a Debreceni Kosárlabda Akadémia elleni 75-45-ös sikerrel megszerezte a tornagyőzelmet a nyíregyházi gárda.
Egyedül a kadettjeink azok, akik komplet sorra tudtak fölállni, tehát velük volt talán a legkönnyebb, mert ők az előző évben azért sokat játszottak így együtt, és talán ők voltak azok, akik a legegységesebben, legpontosabban kosárlabdáztak. Ott vannak még olyan dolgok, amiket javítanunk kell, tehát egyértelműen látszott itt a mérkőzéseken, de nagyon biztató jelei is voltak. Én úgy gondolom, hogy ez a hét az maximálisan jól szolgálta a felkészülést a következő bajnoki idényre. Ugye mi itt a hétvégén már egy selejtezőt fogunk játszani a juniorokkal. A nyíregyházi juniorok szombaton a Vasas Pasaréti Sportcentrumban a Vasas Akadémia B csapata és az MTK Budapest ellen lépnek pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Közel 8 milliárd forintot oszt szét a kormány a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a civil szervezeteknek a következő időszakban. A fejlesztési lehetőségeket és a pályázati feltételeket egy fórum sorozat keretein belül ismertetik az érdeklődőkkel. A NEA források mellett Európai Uniós támogatások lehetőségeiről is tájékoztatást kaptak csütörtökön a Vásárosnaményi előadás résztvevői. Mintegy 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően befejeződött a Legyező, a Dugonics és a Derkovics utca út, kerékpárút és járda szakaszainak felújítása Nyíregyházán. A kertvárosban történt fejlesztéseknek köszönhetően a környék mintegy 150 fával és több mint 2100 cserjével is gazdagodott. 28. éve ünnepli függetlenségét és a Szovjetuniótól való elszakadását Ukrajna. Az újonnan megválasztott kormány és a hivatalba lépett új államfő elkötelezett a szomszédos országokkal való jó kapcsolat kialakításában. Előrelépés az is, hogy ukrán kisebbség a nemzeti ünnepeiket helyben a magyar állam és a nyíregyházi önkormányzat támogatásával rendezheti meg. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 6-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, szombat este pedig heti hír összefoglalónkkal jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szombat reggelig kevés fátyol és gomoly felhő várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul. Szombat estig többnyire erősen felhős lesz az ég, eső zápor egyaránt várható. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Vasárnap napközben átmeneti szünet várható az esőben, majd hétfőn újabb csapadékzóna vonul át felettünk. Az ország nagy részén hűvös, őszi idő várható, már csak keleten marad az enyhesség. A hét közepén szárazabb levegő érkezik fölénk, több lesz a napsütés, de felhősebb időszakok is előfordulnak majd néhol esővel. A csúcs hőmérséklet 20-25 fok között alakul, a hétvégén ismét csapadékosabbra, hűvösebbre fordul az idő.